Sziasztok! Köszöntünk mindenkit a Minden Segít Podcastban, itt a Kaptafában. A Minden Segít Podcast 2 éve alatt folyamatosan a boldogság keresésre fókuszálunk, és talán már a lehető legelső adásunkban, amikor egymással beszélgettünk Gergővel, de hogyha nem abban, akkor a Girasszal egészen biztosan szóba hoztuk, hogy a GDP-t le kellene cseréljük egy másfajta indikátorra, mert hogy az túlságosan félreviszi azt, hogy egy ország mennyire sikeres. Az ENSZ 2012 óta készíteti el a világ boldogságindexét, ugye amely paramétercsomag olyan dolgokból tevődik össze, mint mondjuk, hogy milyen az emberek jóléte egy adott országban vagy egy adott régióban, milyen az oktatás színvonal, vagy milyen az egészségügyi ellátás. És nagyon érdekes, mert azt figyeltük meg, hogy azok az országok, amelyek ezen a úgynevezett boldogságindexen előkelő helyen vannak, azok a korrupciós indexen is nagyon előkelő helyen vannak, abban a tekintetben, hogy ott nagyon alacsony a korrupció. Mennyire korrelál ez a két adat egymással? Részben ezt fogjuk ma itt a Minden Segítben megbeszélni. Vendégünk Ligeti Miklós, a Transparency jogi igazgatója. Szia Miklós! Szia! Sziasztok! Nézd, a korrupcióról fogunk beszélgetni, de azért mégiscsak szeretnénk tisztázni mindenek előtt azt, hogy a Transparency az egy micsoda. Annál is inkább, mert hogy egy civil szervezet, és itt Magyarországon a civil szervezetekre elég súlyos és ocsmány jelzőket szoktak aggatni. Legtöbbre azt mondják, hogy sorosista szervezet. Ti azok vagytok? Hát ránk is mondják. Természetesen a mi finanszírozási hátterünkben is megtalálhatóak, leginkább csak múlt időben, azok a források, pénzek, amik a Soros György személyéhez, nevéhez kötött nyílt társadalom intézettől és annak szervezetétől származtak. Ugye ezek mindig pályázati úton elérhető konkrét feladat végrehajtásáért adható, elnyerhető pénzek. Ilyenben mi is részesültünk korábban, valószínűleg a jövőben már egyáltalán nem fogunk, mert egyébként Soros György elhagyta a kontinens, Lánci Tamás szuverenitásvédelmi elnök hagymázas képzelgésével ellentétben nagyon is és véglegesen kivonult az európai térségből. Tehát az a finanszírozás, amit számos civil szervezet tőle, az ő szervezeteitől remélhetett, az megszűnik. Egyébként fontos hangsúlyozni, hogy nekünk úgy nagyjából olyan 150-160 millió forintnak felel meg az éves költségvetésünk a legjobb, leggazdagabb éveinkben. Ennek soha nem haladta meg a 15-20%-át az a forrásmennyiség, ami olyan donoroktól, szervezetektől jött, amelyek Soros Györgyhöz kötődnek. Egyébként a legfontosabb finanszírozónk a brüsszelita, gonosz, genderista bizottság, az Európai Unió csúcsszerve, ahogyan egyébként jobb időszakában a magyar államnak is ez a legfontosabb finanszírozója, amely már 2 éve nem finanszírozza a magyar államot, és azóta itt nagyon nagy bajok vannak. Tehát az a skizoid helyzet fordul elő, hogy minket időről időre, hol élőben, hol csak a hátunk mögött a kormányoldali és lakálymédia képviselői atlantista, európéer, brüsszelita elfogultsággal vádolnak, miközben ugye Magyarország az Európai Unió tagja, a NATO tagja, tehát elvileg euróatlanti meg minden egyéb elfogultsággal vagy elköteleződéssel lehetne hírbe hozni, de ismerjük ezt a kormányoldalt, ott ezek a hívószavak sajnos vádként jelennek meg. Miért fontos egy országban a civil szervezeteknek a működése? Mit csinálnak a civil szervezetek? Ez egy nagyon jó kérdés. Egy boldog és jól működő társadalomban a civil szervezetek nagyon sokfélék és sokszínűek. Vannak egészen alulról jövő, teljes egészében lokális kezdeményezések, amelyek mondjuk a helyi templomszépítéssel, közösségszervezéssel, sport és hobbi támogatásával, létrehozásával foglalkoznak, és vannak bizonyos értékek iránt elköteleződő civil szervezetek, vannak, amelyek a társadalmi esélyek egyenlősége érdekében küzdenek, mások a beteg vagy függő személyek, gyerekek és felnőttek megsegítéséért, megint mások a zöld ügyért, a környezetvédelemért, vannak, amelyek a kormányzat elszámoltathatóságért. Tehát igazából a hatalomnak, hogyha békében van önmagával és a saját társadalmával, akkor nemhogy tartani valója lenne a civilektől, hanem éppen a segítséget, a támogatást kellene meglátni abban a lehetőségben és abban a felhajtó erőben, ami a civil társadalomban jelen van. Például a kokáért az Egyesült Államokban a kormányzatok, legyen a szövetség vagy tagállam, egy csomó olyan szolgáltatással, amit Magyarországon az államnak kellene nyújtania, egyáltalán nem foglalkoznak, hanem azt mondják, hogy van valamennyi pénzem, de nincs helyismeretem. Nem tudom, hogy
mi a jó iskolatípus, vagy mi a jó játszótérfajta, vagy hogyan kell rendesen halastavat rehabilitálni, vagy éppen mondjuk a bűnözéstől félő helyi közösségek biztonságérzetét javítani, de van egy csomó civil, akik ezzel foglalkoznak. Ott élnek, ott laknak, tudják, hogy mi a helyi dörgés, ismerik a helyi rezgéseket, megpályáztatom közöttük azt a forrást, amit én erre szánnék, és biztos vagyok benne, hogy ők saját maguk ezt jobban fogják felhasználni, mintha én oda mennék mindenféle hivatalokkal, szolgálati autókkal, hatáskörökkel, jogkörökkel, meg címekkel, rangokkal, és azt se tudnám, hogy merre folyik itt a Duna. Ehhez képest Magyarországon a hatalom az egyre magasabbra építi azokat a sáncokat, amelyekkel megpróbálja magát elbarikádozni, elválasztani a civil társadalomtól. De hogyha jól értem, akkor a civil szervezetek azok voltak épp a jól működő demokráciák egyik alapkövei. Olyan, hogy jól működő demokrácia nincs. Igazából nincsen. Ki fogunk térni. Vannak olyan berendezkedések, amelyek sikeresebbek és szerencsésebbek, de az a berendezkedés, az az állam, amely magáról kijelent, hogy jól működik, az biztosan bajban van. Aha. Igazából a bölcs és mértéktartó kormányzatok és a jól összerakott társadalmak folyamatosan küzdenek azért, hogy ha el is értek már eredményeket, ha mi úgy is gondoljuk innen nézve, hogy ők bizony nagyon jól működnek, folyamatosan jobbá tegyék a saját működésüket, még hatékonyabban szembenézzenek a korábbi időszakok a történelem bűneivel és felelősségével, legyenek azok háborús bűnök, a saját kisebbségeik vagy őshonos csoportjaik ellen elkövetett bűnök, egyes szegregált társadalmi rétegek, vagy akár a nők ellen elkövetett igazságtalanságok, vagy éppen mondjuk a környezet túlhasználása. Hát ugye nem beszélhetnénk modern jóléti társadalomról anélkül, hogy szembe kelljen nézzünk azzal, hogy elszennyezték a környezetünket a 30-as évektől mondjuk a 80-as évekig. Tehát nagyon sokféle felelőssége keletkezik az embereknek és az államoknak egyaránt, és azok a berendezkedések tekinthetőek megbízhatóaknak, amelyek hajlandóak ezekkel a felelősségekkel szembenézni, és tesznek azért, hogy az ebből fakadó kockázatokat valahogy leküzdjék vagy mérsékeljék. Ettől itt mi Európának ebben a kevésbé boldog sarkában elég messze vagyunk ebben a pillanatban. És vannak esetleg olyan civil szervezetek is, amik mondjuk, mert ugye semmi sem fekete-fehér a világon. Tehát most te tök jó dolgokat, meg célokat soroltál föl, de ismerünk olyan civil szervezeteket, amelyeket mondjuk kifejezetten destabilizáció céljából működtetnek, vagy valamilyen olyan ideológia mentén működnek, amik mondjuk nem előnyösek a szélesebb társadalom érdekeit nézve. Hát én abban nem szeretnék állást foglalni és belemenni, hogy az egyes vallási, vagy éppen függetlenségnek nevezett politikai célokért küzdő civil vagy félcivil szervezetek milyen missziót hajtanak végre. Tény, hogy léteznek olyan civil szervezetként feltűnő formációk, amelyeket az állam maga gründol vagy támogat. Ez Magyarországon is elkezdett elszaporodni ez a jelenség, ezt ugye az angol rövidítésből GONGO-nak nevezik, az NGO, ugye az NGO, az a nem kormányzati szervezetre utal, előtte feltalálható két betű, a GO az meg arra, hogy kormányzati szervezetű civilekről van szó, tehát ez a Government Organized NGO. Aha. Ezek álcivilek, ilyenből azért Magyarországon is akad, ugye van egy, ami magát civil összefogás fórumnak nevezi, ez a CÖV. Ez egyértelműen a kormány, a Fidesz egyik fiók szervezete, de az Alapjogokért Központ és más a kormány agendáját, a kormány érveit szajkózó szervezetek is valójában cégként, tehát mondjuk KFT-ként, vagy formailag egyesületként, alapítványként tűnnek föl. Ugyanúgy, ahogy egyébként a Transparency International Magyarország is alapítvány. A különbség az, hogy mi nagyon ritkán értünk egyet a kormánnyal, teljesen mindegy, hogy milyen politikai színezetű vagy pártösszetételű kormányról van szó. Tény, hogy mondjuk a NER 14. évében nagyon nehéz az elmúlt 8 évről, már mint a kisátkosról, tehát a 2002 és 2010 közötti szakaszról beszélni. Pedig lenne miről beszélni, csak ugye azok a felelősségek részben már elévültek, részben már alig mondanak valamit arról, hogy ebben a pillanatban hol tart az ország. De ez nem kíván abban állást foglalni, ez az állítás a részemről, hogy mondjuk a forradalmár civil szervezetek az éppen regnáló hatalom szempontjából ugye terroristák, és akkor most a társadalomnak mekkora rétege, vagy mely csoportja érdekében, vagy ellenében tevékenykednek. Hát ugye a forradalom, ha sikerre visz, akkor a korábban terroristának hívott szervezet az szabadságharcos lett, és ugye megdöntötte a gazdiktatúrát. Ha elbukik, akkor ugye börtönben végzik jobb esetben, vagy kivégző osztag előtt, és akkor maradnak ugye terroristák, tehát mondjuk a, nem tudom, a szénégetőket annak idején az Egyesülő
egyesülés megkísérlő Itáliában terrorista szervezetnek tartották. Hmm. Ma már ugye a történelem nagy beccsel tekint rájuk. Hmm. A civil szervezetek, hogyha külföldről kapnak pénzt, akkor általában azt szokták rájuk mondani, hogy idegen érdekeket szolgálnak. Ez Magyarországon mennyiben igaz, illetőleg az, hogy külföldön, mondjuk Németországban egy civil szervezet mennyire külföldi patronussal működik, az igaz-e? Hogy van? Tulajdonképpen sok ország, sok kormány kap egyfajta viszketegséget attól, hogy külföldi, tehát általa nem ellenőrzött forrásokból gazdálkodhatnak akár civil szervezetek is. Adott esetben egyébként jobban kellene aggódniuk az ilyen félős kormányoknak attól, hogy mi van azokkal a cégekkel, amelyek szintén nem az adott ország belterületén előteremtett forrásokból működnek. Azért jellemző ez a fajta idegesség egyes kormányoknál, mert nem bírják a kritikát, és úgy gondolják, hogy ha belenéznek a tükörbe, és nem tetszik, amit látnak, akkor a legegyszerűbb a tükröt letakarni, vagy még jobb ugye összetörni, mert akkor nincsen ott az a csúf igazság, ami őket annyira idegesíti. Uh-huh. Egyébként nem csak olyan országok idegesek a külföldi finanszírozástól, amelyekre elsősorban gondolnánk, tehát mondjuk Magyarország és attól keletre elhelyezkedő országok, például a volt szovjet blokkországok, vagy a volt Szovjetunió tagországai, de az Egyesült Államokban is létezik a külföldi ügynökszabályozás és a külföldi finanszírozást, azt, ha állami eredet, akkor be kell vallani. Tehát ez önmagában egyébként nem ördögtől való, de amikor a Fidesz, illetve a magyar kormány ezt a félelmét kivetíti az egész társadalom, illetve csúcsra járatja, akkor alapvetően magából indul ki, a saját rutinjait, a saját megrögzöttségeit teríti ki nagyon széles mértékben, mert nem tudják elképzelni azt, hogy ha valaki vagy valamely szervezet a saját egyébként nemes vagy akár kevésbé nemes céljainak az elérése érdekében pályázati úton pénzhez jut, vagy támogatási kérelem alapján, tehát verseny nélkül forráshoz jut, akkor tényleg a saját célját valósítaná meg, mert abból tud kiindulni, hogy ők ugye úgy szokták, hogy aki a pénzt adja, akinél a kassa kulcsa, az dirigál. Tehát az határozza meg, hogy mondjuk az általa támogatott politikai jelölt, vagy médiacég vagy gazdasági társaság mit tegyen és mit gondoljon. Bele se tudnak gondolni, el sem tudják képzelni azt, hogy létezik az a fajta függetlenség, aminek a megszüntetéséért, az a fajta autonómia, aminek a felszámolásáért olyan sokat és sajnos olyan hatékonyan és eredménnyel tettek az elmúlt 10-15 évben Magyarországon. Tehát mi is pályázunk vagy kérünk támogatást, ha ezt elnyerjük, ami kevesebbszer van, mint ahányszor szeretnénk, akkor senki nem szól bele abba, hogy mi mit gondoljunk, mit írjunk, mit mondjunk, milyen tevékenységet végezünk. Van egy terv, amivel megpályázunk egy elérhető pénzmennyiséget, hogy mondjuk mi pereket indítunk annak érdekében, hogy kiderüljön az, amit a hatalom titkolni akar. Itt vissza is kanyarodtunk oda, hogy mi a célja, miért működik, és összességében hány országban a Transparency? A Transparency az egy nemzetközi hálózat. 100-nál több országban van a Transparency International-nek valamilyen fajta nemzeti szervezete vagy nemzeti tagozata. És mindegyik országot destabilizálni akarjátok? Az egész világot akarjuk természetesen destabilizálni, tehát ez nyilvánvaló. Igazából az a célunk, hogy az emberiséget a Holdra átköltöztessük, egy részüket ugye a sötét oldalra, akik menthetetlenek, és másik részüket a világos oldalra. Most jó cél, előre cél. Haladunk ennek érdekében, mert hogy szorgos népünk az győzni fog. Most mindenhol civil szervezeti formában működik a Transparency, tehát sehol nem lehet profitorientált. Ezek lehetnek akadémiai intézetek. Nagyon sok országban valamilyen egyetemi, kutatóintézeti formációban működik a Transparency szervezet, vagy valamilyen egyesület lehet, az ugye egy tagságalapú szervezet, tehát megpróbál tagokat toborozni és a tagjai számára nyújt tevékenységet, vagy olyan virtigli civil, mint amilyenek mi vagyunk, alapítványi formában működik, ez ugye nem tagságorientált. Magyarországon a Transparency most már lassan 20 éve van jelen, 2006-ban alakult meg a Transparency International Magyarország Alapítvány, jelenleg 8 főállású dolgozónk van, és az Európai Uniónak minden tagállamában van Transparency szervezet, vagy valamilyen együttműködő. Például egyébként a nagyon fontos és nagy tagállam Lengyelországban nincs önálló Transparency tagozatot, a Báthori István Alapítvány látja el ezeket a feladatokat, az egy tudományos kutató műhely, inkább akadémiai intézmény. Azon túl, bocs, mondtad? Hát lenne ide egy kapcsolódó kérdésem, hogy légy szíves, hogy egy olyan embernek, mint amilyen én vagyok, aki a politikában nem járt, különösen a párt meg a helyi politikában egyáltalán nem jártas. Akkor már ketten vagyunk ennél az asztalnál. Hogy akkor ti tulajdonképpen
azt csináljátok, hogy a mindenkori hatalmat igyekeztek minél jobban ilyen röntgen szemek elé állítani, és annak a hibáit, meg a korruptív tevékenységeit feltárni? Vagy van esetleg bármilyen, nem tudom, elköteleződésetek, vonzódásatok valamelyik oldal felé, legyen liberális, vagy konzervatív, nemzeti, tök mindegy, hogy minek kell szívni. Hát persze, hogy van elköteleződésünk, mi rendkívüli módon vonzódunk a tisztességes, átlátható és a korrupció ellen fellépő hatalom iránt. Mivel Magyarországon ilyennel nem találkoztunk 2006 óta, ezért igazából egyik oldalal sem vagyunk. Előtte találkoztatok? Előtte nem volt Transparency International Magyarország. Találkoztatok volna, ha lett volna? Valószínűleg nem nagyon lett volna okunk örülni. Tehát igazából azok a bűnök, azok a korrupciós csapdák, amikre mi folyamatosan rámutatunk, 1990 óta megállás nélkül jelen vannak. Most ha belegondolunk a pártfinanszírozásba, a közpénzköltések, közbeszerzések rendszerébe, a vagyonnyilatkozatokba, hogy csak néhány olyan topikot mondjak, ami ugye hát egyébként mi ezzel csajozni szoktunk, de ez azért nem szabad mondani, mert hogy mi van, hogyha nem a nők iránt vonzódik valaki. Szóval, hogy az a helyzet, hogy ezek mind 2010 előtt is bőven jelenlévő problémák voltak Magyarországon. Ugye a hívószó, amit mondtál, hogy a mindenkori hatalmat kritizáljuk, a jelenlegi hatalom az magát mindenkorinak gondolja, és úgy érzi, hogy mivel őket kritizáljuk, ezért mi természetesen az ellenzéknek a farvizében úszunk. A helyzet az, hogy ha visszanézzük az országgyűlési naplót, nem kell még szátig menni, elég 2007-8-ig, akkor csoda jó dolgokat lehet benne olvasni. Például 2007-ben a Transparency International abban az évben megjelent korrupciós felméréséből, akkor is volt már korrupciérzékelési index, abból olvasva, mint egy olvasókönyvnek használva, interpellálta Varga Mihály, akkor az ellenzék vezető erejének gazdasági vezérszónoka, a pénzügyminiszter Veres Jánost, mert mi azt mondtuk a érzékelési indexünkre, illetve egy kutatás alapozva, hogy éves szinten akár 200 milliárd forint is eltűnhet a közbeszerzések során korrupciós lejtő, korrupciós csapdák útját. Ugye ma már 200 milliárd a közbeszerzésekben az nem éves, hanem egyszeri tétel, tehát bagatell, de akkor ugye a Transparency-nek a megállapításaira támaszkodott az ellenzéki hatalom, és a Fejér megyei hírlapnak, akkor az még önálló újság volt, és egyébként nagyon is jó színvonalú, interjút adott Orbán Viktor, akkor ugye már kormányfői szerepre törő ellenzéki vezér, és szintén a mi megállapításainkból, a Transparency International Magyarország kutatási következtetéseiből próbálta szivatni a hatalmat. Egyébként én abban az időszakban speciál még az igazságügyi és rendészeti minisztériumban dolgoztam, és akkor ott az a hír és meggyőződés járta, hogy a Transparency az egy ilyen fidesznyik szervezet, hogy aztán ugye 2012-ben, amikor én ehhez a fidesznyik szervezethez csatlakoztam, kiderüljön, hogy hát ez meg baromira gyurcsányista. Tehát igazából mi mindig ugyanazon a helyen állunk, és a politika körülöttünk az néha megfordul. Szokás mondani, hogy ellenzékben szeretnek, kormányon utálnak minket, csak hát ugye most nagyon állandósulni látszik legalábbis az elmúlt 14 évben, hogy ki van ellenzékben és ki van kormányon, tehát ez eléggé egyirányúnak és egyoldalúnak tűnik ebben a pillanatban. Eljutottunk oda, hogy szerintem tisztázunk kellene a korrupció fogalmát. Nagyon jó. Jó, mit hát ugye most itt van ez az örökérvényű bómú, amit Hofi mondott, hogy korrupció az, amiből minket kihagynak. Egyébként ez olyan érzékletesen le is írja a béka perspektíváját a korrupciónak, ennek a csúnya bűnös összekacsintásnak, amit a hatalom a társadalom számára felajánl, ennek a fajta egyenletnek az egyik kivezetési pontja, miszerint ide lent nem nagyon lehet előrejutni és érvényesülni, mert odafönt gazemberek vannak. Tehát ugye, ha mi nem nagyon törődünk azzal, ami odafönt van, akkor esetleg a hatalom is békén hagy minket azokkal a bizniszeinkkel, amit mi ide lent csinálunk. Ezt ugye úgy is meg lehet fogalmazni, hogy mi nem kérdezzük, ha a kormány perspektívájából fogalmazok, hogy mi nem kérdezzük meg, hogy minimálbérből hogyan telik az Audi A6-osnak a törlesztő részletére. Te meg nem foglalkozol azzal, hogy 3 éves parlamenti képviselői szolgálatból hogyan lett meg a harmadik úszómedencés villa 380 millióért, amit nem tudtunk letagadni a vagyonnyilatkozatban. Ez az a fajta mindent elárasztó és szétrohasztó korrupció, ami tulajdonképpen teljes egészében korrodálja, alással megrozsdáltatja ennek az országnak, ennek a társadalomnak az összes eresztékét. Ezért nem tud Magyarország nulláról az egyre, vagy egyről a kettőre jutni, és egyébként persze tudok adni rendkívül sokféle
tudományos, az ENSZ által jóvágyott, vagy éppen a Transparency International által globálisan alkalmazott korrupció fogalmat. Ez baj, mert valójában nem tudok, de akkor most implózok párat. Szóval Transparency International azt a korrupció fogalmat alkalmazza, hogy a rábízott, ráruházott hatalommal önérdek valamely nem közérdek érdekében történő visszaélés. Ez ugye lehet közhatalom, vagy lehet magánhatalom, tehát ebben benne vannak a gazdasági korrupciónak a formái is. Ez egy nagyon széles sodrású definíció. Mm. Ezt az ENSZ korrupció elleni egyezménye, ezt 2003-ban hozták tető alá Meridában, december 9-én azóta ez a korrupció elleni küzdelem világnapja. Ezt a fogalmat az ENSZ korrupció elleni egyezménye is elfogadja, és még mindenféle sallanggal feldíszíti, hogy aláássa a jogállamot, meg az emberi jogok érvényesülését, meg a társadalmi esélyegyenlőséget. Az a lényeg, hogy teljesen mindegy, hogy a korrupciónak valamilyen köznapi vagy akadémikusabb megfogalmazásából indulunk ki, mindenképpen szélesebb fogalom, kevésbé körülhatárolt fogalom, mint a tisztán büntetőjogi korrupció. Mert a büntető törvénykönyvekben mindenhol benne van a vesztegetés, néhány országban a befolyással üzérkedés is, vagy esetleg ide lehet csapni a hivatali visszaélést. Ezek nagyon szorosan vett, körülfogott, büntetőjogilag meghatározott magatartások, és hát megszoktuk a kormányoktól, 2010 előttiektől, meg a 2010 óta regnáló kormányoktól is, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy égig ér a korrupció, akkor előrántanak egy bűnügyi statisztikát, amiben benne van, hogy hány darab korrupciós bűncselekményt találtak az előző évben, vagy az előző időszakban, és hát ezek a számok soha nem látszanak egy irányba mutatni azzal a korrupció érzékeléssel, amit a szakértők vagy a magyar lakosság vélelmez a magyarországi korrupciós helyzetről, és akkor ugye megpróbálják ezen a módon a hatalom birtokosai meggyengíteni a mi érveinket. Mi nem azt mondjuk, hogy a kriminális korrupció, tehát az, ami a büntetőjogban megjelenik meg, amit a hatóságok feltárnak, az különösebben súlyos lenne, vagy ott ne végezne jó munkát a rendőrség. A mi állításunk az, hogy 2010 óta a rendszer egyre nagyobb mértékben úgy van működtető, úgy van beállítva Magyarországon, hogy ne szakmai, például igazságügyi vagy jogi szempontok, hanem politikai helyi érték alapján döntse el azt, hogy ki az, aki bajba kerül, és ki az, aki nem kerül bajba. Ez totál ugyanolyan, mint a Kádár rendszerben volt, ahol egy senki által el nem ismert, de sokak által tudott koordinációs bizottságnak nevezett testület döntött arról, hogyha valamelyik jó elvtárs bajba kerül, mondjuk vadászbaleset van, valaki meghalt, lelőtték a vadászaton, vagy ittasan vezetett, gázolt, akkor mi történjen vele. És a végső soron Kádár elvtárs megmondta, hogy hát mi lenne, gázolt, akkor engedjük szabadjára a törvény rendes folyásának szigorát vele szemben. Tehát ugye Kádáron múlt, hogy akkor most megbüntetik-e, vagy megúszza azzal, ha penitenciát gyakorol. Ma is úgy néz ki a dolog, hogy van egyfajta hatalmi tröszt, vagy klánszerű képződmény, én nem tudom azt állítani bizonyítékok hiányában, hogy ez Orbán Viktor lenne, de valakinek léteznie kell, aki megmondja, hogy mondjuk egy teljes egészében bűnösnek kinéző és bizonyítható magatartás, mint amilyen például a Híd a munkavilágában ügy volt, ahol 1,5 milliárdot buktak a magyar adófizetők a szegény sorsú roma polgártársai munkaerőpiaci integrációjának az előmozdítása címén ellopott források miatt, hogy most abban lesz-e vádemelés, vagy nem lesz vádemelés. Tökre vádat kellett volna emelni, tehát én, mint egykori ügyészségi dolgozó, aki végeztem ilyen fajta szakmai gyakorlatot, ha ilyennel találkoztam volna az íróasztalomon, és azt mondtam volna ebben az ügyben a főnökömnek, hogy hát ez bizony meg kell szüntetni, akkor biztos azt mondtam volna, hogy te jártál egyébként büntetőjog általános része másodévben, te olvastad, hogy ebben mi van. Tehát ebben vádat, és mégsem emelnek benne vádat. Erről valaki olyan felhatalmazás birtokában dönt, ami jogilag nem illeti őt meg. Ez egy jogon, igazságosságon, demokrácián kívüli megoldás, ami a 70-es, 80-as évek puhuló proletár diktatúrájában, a Kádár rendszerben ez megszokott volt, nem is gondolta senki más, senki, hogy ez máshogy is lehetséges lenne, de az Európai Unió lassan 20 éves tagjaként, ugye pár hónapon belül leszünk 20 éve tagok, ez nagyon meglepő. Mégis azt kell gondolnunk, hogy valakik szörnyen széles politikai hatalom birtokában felül tudják írni a törvények, az igazság, a jog előírásait. Ez Hungarikum? Nem, de az Európai Unión belül mindenképpen sajátos és egyedülálló. Minél délebbre és keletebbre megyünk az Európai Uniónak ettől a eleve
dél-keletiek, délies-keletiek sarkától, mondjuk a csatlakozásra váró Szerbiába, vagy más nyugat-balkáni országokba, hogy ne mondjam, a támadó háborút kezdő Oroszországba, annál inkább azt tapasztaljuk, hogy a törvények előírásai azok könnyedén áthághatóak, az igazság meghajlítható vagy megvásárolható. Nálunk ez a történelmünk bármely slampos vagy kevésbé slampos diktatúrájában, abszolutizmusában sokkal kevésbé volt így. Tehát nálunk a jogászi, igazságszolgáltatási etika, a hatalomba vetett bizalom ennél sokkal magasabb rendű és tisztább volt, vagy legalábbis az emberek igénye az volt, hogy olyan minőségű szolgáltatásokat kapjanak az államtól bármely területen, bíróságon, egészségügyben, oktatásban, általános közigazgatásban, mintha Ausztriában lennének. Ehhez képest egyre inkább olyat kapnak, mintha Szerbiában lennének. Néhány nappal ezelőtt jött ki a Transparency-nek az úgynevezett korrupciós érzékelési indexe, amiben, ha jól emlékszem, akkor 76-ok vagyunk és 42 ponttal. A módszertanról, hogy mondanál-e néhány szót, hogyan van az, hogy meg lehet vizsgálni mondjuk, hogy Szomáliában milyen a korrupció, mert az nyilvánvaló, hogy oké, azt el tudom képzelni, hogy egy komoly tudományos munka zajlik Dániában vagy Svédországban, de hogy a másik végleten, illetve Magyarországon, illetve a másik fontos kérdés, hogy itt érzékelési indexről beszélünk. Én megnéztem, az ENSZ-nek ugye ebben a boldogság indexében is, ahogy a Gergő is az elején mondta, mindenféle kritériumok alapján vizsgálják az egyes országoknak a működését, és ott a korrupciós indexben az 51. helyre rangsorolták Magyarországot, és sokkal súlyosabbnak vélik a korrupciós helyzetet például Romániában, amíg tudtam, a nálatok hátrében, sőt, még Olaszországot is. Hát én ezt a boldogságindexet egyébként nem tanulmányoztam, ezt meg kell vallanom. Annyiban biztos egybevág a mi megállapításainkkal is, hogy az nem csak a boldogságindexnek az adataiból ismerhető, hogy Magyarország a társadalmi erőforrások megújításának humán tényezőire, ezt így kérem egy az egyben bevágni, mert ez egy nagyon fontos mondat. Tehát például oktatásra, egészségügyre, szociális szolgáltatásokra a fejlett országok közül a lehető legkevesebbet költi. Tehát a GDP-nek ilyen 1-1,5%-a. És ez látszik a versenyképességben is. Ugye annak ellenére, hogy a Fidesz kormányok 2010 óta folyamatosan kerülik a reform kifejezést és a megszorítás kifejezést, ezek nincsenek benne a politikai szótárban. Elképesztő mértékű erőforrás kivonást hajtottak végre, magyarul nagyon sok pénzt vettek el a szociális, egészségügyi, családvédelmi, oktatási ágazattól, területektől. Ez látszik a Magyarország teljesítményen. Egyébként a boldogságindex és a korrupciérzékelési index valóban összefüggnek egymással, de más indexek is átlapolnak, például a Magyarország esetében is egyértelműen, meg egyáltalán az egész Európai Unióban, hogy az egyfőre jutó nemzeti össztermék és a korrupciérzékelési index eredményei is egyezés mutatnak, egy irányba mutatnak. Magyarország az uniónak a legkorruptabb tagállama a korrupciérzékelési index alapján. A negyedikek vagyunk hátulról az egyfőre jutó GDP-ben, ugye megelőzzük Bulgáriát, Romániát és Horvátországgal, majdnem holtverseny, de egy picit előttük vagyunk. Tehát mi a szegény és korrupt alsóháznak is az alján vagyunk. Ezzel szemben mondjuk a világviszonylatban a korrupcióval szemben leginkább sikeresen küzdő skandináv országok, amelyek többségükben szintén tagjai az Európai Uniónak, azok az EU-nak egyszer s mind a leggazdagabb országai közé tartoznak. Most a korrupciérzékelési index az egyébként nem lakossági véleményfelmérés, tehát nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy te vagy én, vagy a hallgatóink, nézőink mit gondolnak a korrupcióról. Van olyan vizsgálat is, csinál ilyet a Transparency International is, mi ezt úgy mondjuk, hogy globális korrupciós barométer, meg csinál ilyet az Európai Unió, és ők meg úgy hívják, hogy Euróbarométer. Ezek a lakossági véleményvizsgálatok is egy irányba mutatnak. A legutóbbi 2022. decemberi, tehát alig egy éves adatfelvétel, ez egy uniós statisztikai hivatali vizsgálat volt, azt mutatta, hogy Magyarországon 100 polgárból 88-an a korrupciót nagyon súlyos problémának gondolják. Ez az uniós átlag 71, tehát ez szignifikánsan súlyosan rosszabb, mint az uniós átlagérték. Ehhez képest 100 magyarból csak 38 gondolja úgy, hogy a korrupció az
megbocsáthatatlan bűn, az összes többi azt gondolja, hogy tolerálható, tehát súlyosnak gondolják a korrupciót, a kormány korrupcióval szemben intézkedéseit elégtelennek, és a korrupciót a mindennapi élet megkerülhetetlen velejárójának gondolják. Ez egy elég toxikus kombináció. Abszolút. A korrupciaérzékelés index az, hát ugye ez egy ilyen fideszes rémálom lehet. Tehát most én nem a fideszes szavazó hallgatókat akarom bántani, meg pocskondi, azért azokra értem ezt a kifejezést, akik benyalják a Fidesznek a propaganda szövegét. Tehát, hogy ez egy ilyen vérmese lehet a számukra, hogy a külföldi biznisz, meg politika csináló szakemberek megmérik a Szent Magyarországot. Márpedig ez történik. Egyébként a korrupciaérzékelés index az nem egy önálló adatfelvétel, hanem más bejáratott kutatási eszközöknek a számait összesíti. Ugye ezt úgy hívjuk, hogy kompozit index, ez is egy csajozós szöveg, ezt azért tegyük hozzá. 10 intézménynek a 12 vizsgálatát, 12 kutatását összesíti, ebben vannak versenyképességi felmérések, például ilyen a Világgazdasági Fórumnak a versenyképességi jelentése, vagy az egyik nagy svájci bizniszkolának, bizniszkutatóműhelynek a szintén versenyképességi vizsgálata. A Világbanknak a kormányzás indikátorai vannak benne, a Bertelsmann alapítványnak a transformációs index indikátorai vannak benne, a Freedom House-nak a sajtószabadság indikátorai. Ezekben az indikátorokban, ahol végső soron mindig a kormányzásnak a minőségét vizsgálják, Magyarország általában rosszul teljesít, és a tapasztalat az, hogy ugye a korrupciaérzékelési index, ami valójában a közszektornak, az államhatalomnak a korrupcióval szembeni küzdelmét minősíti, a korrupcióval szembeni ellenálló képességét vizsgálja. Tehát a tapasztalat az, hogy ezen a téren Magyarország egyre rosszabb teljesítményt nyújt. 2012-ben sem volt túl jó a helyzet, akkor még 55 ponttal a 46. helyen voltunk. Ehhez képest ugye 13 pontot és 30 helyet sikerült süllyedni. Ez az Európai Unióban példátlanul rossz teljesítmény. És hát valójában a szomszédaink közül a csatlakozásban reménykedő Szerbiával, Macedóniával, illetve a háborút épte Ukrajnával vagyunk egy szinten. És ez azért nagyon rossz hír, mert a kormány nagy keleti szerelmeinél, például Kínában vagy Szingapúrban más a képlet. Ugyanis Ázsiában előfordul akár az, hogy magas korrupciós kockázatok mellett is komoly versenyképesség tapasztalatú, Kínának is 42 pontja van, volt már jobb is ennél, 46 pontos is volt már, wow. Most egy kicsit lejjebb ment, de a 20-30 pontos régióból mászott föl, és egyébként az összes kis tigris az súlya, tehát Dél-Korea vagy Malajzia valamikor nagyon durva korrupciós helyzetből indult el. Ázsiában tehát működik az, hogy súlyos korrupció jó versenyképességi teljesítményt elbír magán. Miklós, nekem ne haragudj, csak lenne egy, mielőtt még eltávolunk túlságosan az EU-tól, lenne egy olyan ínyenc kérdésem, hogy ti, a Transparency vagy bárki más valaha vizsgáltál már az Európai Unió működését korrupciós szempontból, igen, vagy magának az Európai Uniós köszönöm a kérdést, folytatnám az előző gondolatomat. Parlament működését korrupciós szempontból. Ott tartottam, hogy Szingapúr az pedig a világ egyik legsikeresebb országa a korrupció visszafogásában, miközben nem demokrácia. Tehát Ázsiában látunk olyat, hogy súlyos a korrupció, és mégis van gazdasági növekedés, látunk olyat is, hogy gyakorlatilag nincs korrupció, holott nincsen demokrácia. Na, ezek a kombinációk Európában nem adottak. Tehát amikor a magyar állam arról hadovál, hogy itt lehet a liberálisnak nevezett demokratikus modelltől eltérni, ugye az üzenet, az ajánlat itt az, hogy kevesebb szabadság, több siker, akkor vissza kellene nézni, hogy hova vezetett a hasonló ígéretet megfogalmazó Horthy rezsim vagy Kádár rezsim Magyarországon. Ezek ugye mindig társadalmi katasztrófákkal érnek véget. Jó, nem volt olyan vicces a kérdés, amit föltettél, hogy ugye vizsgáltuk-e valaha az európai intézményeknek a korrupcióval szembeni védettségét? Igen. Volt egyszer egy korrupciós jelentés, amit az Európai Bizottság készített 13-14-ben. Senki nem emlékszik rá, 4 évente akartak ilyet kiadni, úgy besértődtek a tagállamok, hogy a második 17-ben az már a fiókokban maradt, soha nem adták ki. Akkor a Transparency International felbuzdult, és azt mondta, hogy tök jó, van egy ilyen
28 fejezetből álló jelentés az Európai Unió tagállamainak korrupció elleni teljesítményéről, korrupciós helyzetéről. Nézzük meg, hogy mi lenne a 29. fejezet a bizottsággal és a parlamenttel. És hát bizony, nagyon szomorú látleletet adtunk a 2015-ös kutatási jelentésben. Ezt a Transparency International-nek a Berlinben működő központja fogta össze, tehát nem a magyarországi tagozat készítette, mi is részt vettünk benne. Akkor például az Európai Parlamentben még semmiféle lobby átláthatóság vagy lobby szabályozás nem működött. Boldog-boldogtalan besétált és megpróbált az ötleteit kilóra ráerőltetni az Európai Parlament képviselőire. A EP képviselők és a bizottság tagjainak a vagyonnyilatkozatait, azt mi magunk is ismerjük, hiszen arra a szintre sikerült az eleve nagyon vacak magyar vagyonnyilatkozati rendet lesüllyeszteni 2022 nyarán őszén. Tehát maga az EU rendkívül súlyos korrupciós kitettségekkel nézett szembe, és nem nagyon léptek óriásit előre. Tehát volt előrelépés, most már tisztább a lobby szabályzás, van egy úgynevezett Transparency Register, ahova be kell magát írnia mindenkinek, aki valamilyen lobby vagy érdekérvényesítő tevékenységet végez. Ugye nem úgy, mint idehaza, hogy nem tudom, a Sánta Jánoshoz köthető Continental Tobacco egyszer csak nagyon jól szerepel a dohány kiskereskedelmi pályázatokon, és kiderül, hogy az erről szóló törvényt egy olyan számítógépen szerkesztették, ami Sánta János belépő nevét tartalmazza, hogy ez összefügg-e vagy sem, sosem fogjuk megtudni. Ilyen ma már nem történhet az Európai Uniós szerveknél, ettől függetlenül ugye láttuk, hogy mémháborút indított nem is kis sikerrel a kormány, amikor Eva Káli egykori EP képviselőről kiderült a Qatargate kapcsán, hogy őt is fizetési szalagon tartották a katari tótumfaktumok. Igen, ilyen van, és ez nagyon nagy baj, hogy ilyen van, az meg nagyon nagy szégyen, hogy ez ellen a magatartás ellen nem az OLAF vagy az EPO, tehát az Európai Bizottság csalás elleni szolgálata, illetve az Európai Ügyészség lépett föl elsődlegesen, de legalább fellépett ellen a belga szövetségi nyomozóügyészség. Van eljárás. Ezzel szemben mi azt látjuk, hogy akik a Fidesz színeiben megütötték a bokájukat, megégették magukat korrupciós vádakkal, Simonka György, Boldog István, egykori kormánypárti parlamenti képviselők, azok, hát ugye ők azok ketten, akik vád alá kerültek, nem hullottak ki a politikából egészen addig, amíg nem jött a következő választás, ahol szépen csöndben levették őket a térképről, de nem volt azonnali felfüggesztés meg eltávolítás. És Simonka György esetében még az a szégyen is megesett, hogy őt kikérte a vádlottak padjáról Kövér László házelnök, mondva, hogy fontos szavazás van a parlamentben, hát nem érünk rá ilyen bagatell dolgokra, hogy ő egy a vád szerint bűnszervezetben megvalósított hivatali vesztegetés miatt kellene számot adjon a bíróságon. Hát mintha ez egy, mit tudom én, ittas vezetés lenne, vagy magánokirat hamisítás. Nem akarok ezen élcelődni, Simonka György már nem közszereplő, megilleti az ártatlanság vélelme, és majd előbb-utóbb döntés születik az ügyében, inkább utóbb, mint előbb, ugyanis azt hiszem 3,5 éve harmadszor kezdik újra a nulláról a tárgyalást. Tehát az igazságszolgáltatás még mindig megfeneklik, illetve a torkán akad az ilyen nagy ügyek elbírálásában, ez a mondat nem sikerült rosszul, szóval az ilyen nagy ügyeket az igazságszolgáltatás nem tudja gyorsan kidolgozni magából. Tehát ahelyett, hogy azzal próbálkozna a magyar állam, hogy jó, most akkor ránk sütik ezt a korrupciós billogot, meg jogállamisági eljárás, meg feltételességi mechanizmus, meg nem kapjuk a pénzeket, mert annyi sok közbeszerzés van, és mindig Lőrinc nyer, kivéve ha Laci. De nem kellene az unióra mutogatni. Egyrészt az legyen az ő bajuk, sokkal jobban megoldják a saját bajukat, mint mi a miénkét. Másrészt a magyar embereknek itt nagyon rossz attól, hogy a korrupció ennyire durva ebben az országban, és attól nem lesz kevésbé rossz a magyar embereknek, hogy egyébként az Európai Parlamentben is lehetne még sokkal jobb a teljesítmény. Oké, csak ezt az ideát lehet, hogy hasznosabb mégis végeredményben elsegetni az embereknek a fejéről, akik valami ilyen valhallaként tekintenek az EU-ra, ahol megégetik őket. Igazság fénye, meg a pénz így sugárzik szét mindenki felé, mert hogy ez egy illúzió.
Ugyanolyan korruptak, mint bárki más. Nem ugyanolyan korruptak, mint bárki más. A magyar közélet sokkal súlyosabban korrupt. Azok a korrupciós formák, amik mindenhol egyébként a világ legtisztább Dániájában, Új-Zélandján, Svédországában, a korrupciót nagyon sikeresen visszafogó Németországban is előfordulnak, azok az Európai Unióban is ismétlődnek. Hát mindenhol emberek dolgoznak, mindenki hozza a saját magatartás formáit. Egyéni vesztegetések, kisiklások, megbicsaklások mindenhol vannak. De olyat az Európai Unió Magyarországon kívül még nem tapasztalt, hogy magát az államhatalmi rendszert arra hozzák létre, és azért működtetik, hogy az igazságosság, az egyenlőség elveit nyíltan tagadva és semmibe véve egy politikai csoportosulás, egy politikai klán használt gazdagodását szolgálja. És természetes, hogy a nemzeti együttműködésnek csúfolt rendszert nem lehet ezen az alapon leírni. Mert a NER-nek, a 2010 óta regnáló hatalomnak majdnem 3 milliós a szinte megbonthatatlan szavazótábor. A törzsszavazó gárda is több mint 2 millió. És ennyi ember, ha tetszik, hanem nem téved folytonosan már, mint abban az értelemben nem téved folytonosan, hogy nem szavaz folyton a saját érdekeinek az ellenében. Azt 2017 óta tudjuk, közvéleménykutatásokban, amik idehaza készültek, hogy a magyar embert, mint választópolgárt, a választói magatartását a korrupciós tapasztalata és meggyőződése nem befolyásolja. A korrupció az a szorongási toplistában nem írja el a 6. helyet. Tehát félünk az egészségügyi bajoktól, nem alap nélkül, az egészségügyi rendszer nagyon szézilált helyzetben van, aggódunk a migránsok miatt, ha vannak, ha nincsenek, ugye a pirézektől tartósan félünk, a háborútól nem ok nélkül szintén félünk, és a megélhetés, az infláció, a gyerek oktatása, tehát az iskolarendszer mind-mind megelőzik a korrupciót. A magukat biztos pártválasztó, Fidesz szavazóként azonosító válaszadó polgárok fele úgy nyilatkozik, hogy tisztában van az általa preferált, imádott jelöltek, párt, a Fidesz korrupciós botrányaival, de ez nem érdekli. Elképesztő. És mit gondolsz, hogy amikor az imént mondtad, írja nyugodtan. Ó, köszönöm, ilyen kegyes vagy hozzám. Amikor az imént mondtad, hogy a korrupció az mennyire borzalmas hatást vált ki egy-egy országban, mindeközben meg a magyarokat, mint ahogy említed most is, ez kevéssé izgatja, hogy akkor mi ebben a probléma? Miért az, probléma a korrupció? Az, hogy a rosszabb minőségű országban élünk, mint ahol élhetnénk. Tehát ha semmi más nem tekintünk, csak azt, hogy 2004, vagy ha úgy tetszik, mondjuk 1994-5 óta, amikor az első komolyabb összegű pénzcsapok megnyíltak a fársegélyek és az előcsatlakozási alapok formájában, meg hát ugye 2004 óta, amióta kapjuk egészen 2021-22-ig az Európai Uniós támogatásokat, hogy mekkora hatalmas pénzösszeg áramlott be ebbe az országba, akkor azt kell mondanunk, hogy Magyarország igazából évszázadok óta próbálja ezt a történeti ugrást meglépni, megugrani valahogy, hogy a félperifériáról megérkezzen a centrumnak a közelébe, hogy ledolgozza a mindenféle történeti hátrányokat, csak hogy ezt soha korábban senki nem finanszírozta meg. Tehát iszonyatosan szerettünk volna felzárkózni a Habsburg birodalomnak a boldogabbik feléhez, de igazán nem sikerült a konvergencia. Tehát egy 50 év alatt az első világháborúig a kiegyezéstől 7-8%-ot sikerült ledolgozni a különbségből. Nem volt meg hozzá a finanszírozás. Most 2004 óta ránk öntötték ezt a rengeteg pénzt. Hogy itt, ha csak a Híd a munkavilágába programot hoztam föl, ahol ugye a szegény sorsú cigány magyar állampolgárok, cigány honfitársainknak a sikerét lopták el, hogy hány 10 milliárd és 100 milliárd ömlött bele a szegregált, elszegényedett, leszakadó rétegek felzárkóztatásába, akik egyébként maradtak, vagy újonnan keletkezetten szegények, szegregáltak, meg mindenféle lehetőségtől megfosztott formában kénytelenek élni az életüket. Tehát azokat a pénzeket, amiből egy sikeres Magyarországot meg lehetett volna csinálni, egyszerűen ellopták, és nem 2010 óta lopták el, mindig is ezeket a pénzeket széthorták. Tehát, hogy a közpénzeknek a kontrollja, a hatékony felhasználás soha nem érvényesült. Ezért van az, hogy Magyarországon, aki nem tud
gondoskodni magáról magánegészségügyi biztosítások formájában, mert nem teheti meg, mert nincs elég pénze hozzá, annak bizony szorongani valója van akkor, amikor mondjuk valami egészségügyi baj elé néz, mert még Budapesten ugyan választhat különböző kórházak körül, de hogyha egy egyszerű megyében van, akkor nem nagyon válogathat, és lehet, hogy egy-két megyével odébb kell menni egy rutinkezelésért. Ezért van az, hogy a magyar diákok azok funkcionális analfabétaként érettségiznek, kivéve, hogyha a top tucat iskolába járnak, mert hogy nincsen jó minőségű oktatás. Tehát, hogy igazából a mi sorsunkat, a gyerekeink sorsát teszik tönkre a korrupcióval, és ebben nem az a poén, hogy most kurucosan meg lehet mutatni a világnak, hogy meghosszabbítjuk Bicskéig, meg Brüsszelig, meg nem tudom, Bostonig, és akkor csinálunk még három Mészáros Lőrincet, meg nem tudom, meg még három Szíj Lászlót. Ezek bár irritálóan nagy összegek, de még önmagukban ezek sem lennének elegendőek ahhoz, hogy megmagyarázzák a korrupciónak a tényleg mindent átható és korrodáló, szétrohasztó hatását. Mert még ha az a, nem tudom, 500 milliárd vissza is kerülne a kasszába, ami Mészáros Lőrinchez került, talán most éppen ott jár a cégeinek az értéke, ez még mindig csak mondjuk 2 évi felsőoktatási kassza. Tehát, hogy ennél sokkal több ment el olyan alapon, hogy még igazából még Mészáros Lőrincek se lettek belőle, hanem csak úgy egyszerűen szétfolyt, mert nem volt gazdája, mert soha nem volt jó, gondos gazda a magyar állam, amikor pénzeket kellett költeni, és igazából ez az, ami a korrupció formájában visszaveti a magyar teljesítményt. Miklós, szerinted ez a folyamat, amit most leírtál, hogy hiába ugye 500 milliárdok meg ilyesmi, de mégis hatalmas a hiány. Létezik az vajon, hogy korrupció útján egy adott országot, legyen ez Magyarország, vagy egy másik ország, nem csak a lokális politikai elit tudja lenyúlni, meg gazdasági elit, hanem mondjuk egy olyan nemzetközi szerveződés útján, mint mondjuk az Unió, és a megszüntetett vámok, meg a szabadon áramló tőke útján esetleg más is nyúlhat le minden pénzt? Hát, ugye én nem vagyok közgazdász, de nyilván érezni egyfajta ilyen állami vagy idézőjelben népi érzékenységet a külfölddel szemben. És hát ugye mennyivel jobb, hogyha ha hazai vállalatok szerzik meg azt a profitot, ami itt termelődik, mert ugye, hogy klasszikust idézek, ugye a magyar ütőérre, magyar vámpírt, mert az ugye sokkal jobb, mint ha külföldi vámpír lenne, de már azt sem nagyon tudjuk meghatározni, hogy mitől lesz egy cég magyar. Tehát mondjuk a győri Audi az német, mert egyébként egy magyar jog szerint bejegyzett Magyarországon működő, Magyarországon adózó, Magyarországon termelő vállalat. De ugye német, mert Ingolstadtban jelent, meg kiviszi a profitot. Na, akkor vegyünk egy olyan céget, ami tökre magyar, mondjuk nem tudom, Simicska Lajosnak a közgépét, ami korábban ugye a zászlós hajó volt, az is Magyarországon van bejegyezve, ott még magyarok is a feltételezhető végső tulajdonosok. Termelt ez igazán értéket? Tehát, hogy itt hagyta a profitot azért, mert egy magyar ember volt a megtestesítő és a megjelenítő személy ennek a cégnek az élén? Tehát mondjuk volt annyira patrióta, nem tudom, mint a Wallenberg csoport Svédországban, vagy mint Carnegie New Yorkban, vagy tehát, hogy patriótább attól, mert magyar emberek a feltételezhető végső tulajdonosok. Tehát az természetes jelenség, hogy aki egy országban befektet, legyen az annak az országnak a honos polgára, vagy egy másik országnak a polgára, legyen az olyan cég, ami mindig is abban az országban működött, vagy egy másik országból érkező cég, az profitot akar termelni. És hát ugye tudjuk, hogy a pénznek nincsen szaga, ami akkor is igaz, hogyha nem mondta soha az a római császár, akit ezzel összefüggésbe hoznak. Tehát a profit az, meg a tőke, a befektető az úgy fog viselkedni, ahogy tőle megkövetelik, amilyen szabályokat teremtenek. Nem fog egyetlen országba se oda menni, és azt mondani, hogy na, én tök sok profitot akarok csinálni, de hát itt kurvára nem jó az igazságszolgáltatás. Itt verik a gyerekeket az iskolában, a demokrácia az meg vérgáz, tehát itt azonnal reformot csináltok, emberi jogit, igazságügyit meg politikait, különben én itt nem vagyok hajlandó meggazdagodni, és elmegyek valamilyen országba, ahol tisztességesen, nem, na ilyen nincsen. Tehát ha idejön,
és azt látja, hogy itt bárhol lehet gyárat alapítani, és beleszarnak magasról a környezetvédelmi határértékekben, nem kérdezik meg a helyi lakosokat, hogy akarnak-e a konyhaablakból mondjuk egy veszélyes hulladék depóniára nézni, vagy sem. Egyébként szakszervezetet azt ki lehet rugni a gyárból, a munkásokat azt lehet naponta 72 órán át hajtani, akkor így fog játszani, és így fog nagyon sok pénzt csinálni. Tehát ezen nem szabad meglepődni. Hát ugye a világ elítélte apartheidért Dél-Afrikát, és talán nem ok nélkül, és egyébként ott voltak olyan autógyárak, amelyek Németországból származtak, és ott termeltek, és hát feltehetően ugye nem mentek Robben Islandre kiszabadítani Mandelát, hanem gyártották az autóikat. Hát ez sajnos így működik. A biznisz az együtt fog játszani a kormánnyal, mert hogy neki ezzel kell együttműködni. Mi sajnos tapasztaljuk, meg hát ugye, ha elolvassuk a vonatkozó anyagokat, például a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara konjunktúra jelentését, hogy az újrabefektetési hajlandóság, meg a magyar állam iránti, magyar kormányhatalom iránti bizalom a fontos gazdasági szereplők részéről, bár most csökken, de még mindig meglepően magas. Ez sokáig 80% fölött volt, most is 70% fölötti. Tehát ugye 100 német üzletemberből 70 újra befektetne Magyarországon. Ez sokkal kevesebb, mint ami korábban volt, mert akkor 88-an meg 85-en voltak, de a 70 is nagyon sok. Ja. Tehát ezt a rendszert elfogadták. Ők ezen játékszabályok szerint fognak játszani. Nem a külföldi befektető lesz, amik itt azt mondja, hogy na, lesöpörték az ellenzéknek a vizsgálóbizottsági követelményt a parlamentben. Hát én már megyek is innen azonnal, bezárom a gyárat, azt izé, abszolút. Na ez soha nem történik meg. Viszont ha az állam azt mondja, hogy kérem szépen, itt környezetvédelem van, itt társadalmi felelősségvállalás van, itt vigyázunk a természetes élőhelyekre, itt 8 órás munkaidő van, meg munkahelyi jólét van, és megköveteljük ezeknek a paramétereknek a tiszteletben tartását, és ráküldjük a hatóságot a külföldi meg a nem külföldi gyárra egyaránt, akkor ilyen játékszabályok szerint fog játszani, és nem kell attól megijedni, hogy akkor majd elmed egy országgal keletebbre, mert valójában egy nagy befektetés az olyan óriási elköteleződés, hogy igazából a tisztességesen és előre lefektetett játékszabályoknak a megkövetelése az önmagában nem fogja eltántorítani a befektetőt attól, hogy megtartsa az üzemét, az neki nem éri meg. Hosszú távra terveznek, nem arra, hogy megépítek egy automodellt, azt a következőt már máshol fogom összeszerelni. 88-ról 70-re csökkent ugye a németek hajlandósága, hogy mennyire bíznak a magyar piacokban. Ez azt jelenti, hogy nekik azért ez egy jó hely. Érdemes idejönni, könnyebbek a szabályok, nem kell annyi kritériumnak megfelelni. Jobb egy ilyen környezetben üzletelni, mint ahol túl szabályozott minden, vagy ahol túl sok szabálynak kell megfelelni. Ez így helytálló? Nyilván a sokáig az volt az offer, hogy ugye itt van jól képzett és olcsó munkaerő. Ez egy nem fenntartható ajánlat. Egy ponton túl ez nem perspektívikus a fogadó ország számára, mert hát akkor ugye tényleg mindig összeszerelő üzemként fognak rátekinteni. Ráadásul a munkaerő lassan el is fogy, mert hogy ugye amiről sokkal kevesebbet beszélünk annál, mint amennyit kellene róla beszélni, hogy innen hiányzik lassan 1 millió magyar ember. Jó, ez lehet, hogy túlzás, mondjuk 500 000, akik külföldön dolgoznak, és a legmobilisabb, leginvenciózusabb, leginnovatívabb, legképzettebb, legjobb munkaerő szegmensből, klaszterből hiányzik ez a sok 100 000 polgár. Az természetes, hogy minden ország életében, minden társadalomban van folyamatosan migráció, minden országból mennek is el, és minden országba érkeznek is, ez mindig is így volt. De igazából, ha csak azt ajánljuk, hogy olcsó munkaerő, azzal nem leszünk hosszú távon vonzók. Na most, ha ezt megspékeljük azzal, hogy ugye a rabszolgatörvénynek csúfolták, tehát mondjuk fellazítjuk a munkajogi követelményeket, megszüntetjük az önálló környezetvédelmet, nincs örökségvédelem, meg régészet, ez egy kicsit ilyen anything goes. Tehát itt mindent meg lehet csinálni. Az állam hátradőlt, a kormány hátradőlt, hogyha eléggé jó befektető vagy, és most már nagyon kicsik is tudnak ilyen priority investment, tehát kiemelt befektetés jelleggel beruházni, akkor mi mindent megadunk neked. Nincs helyi lakossági tiltakozás, mert nem is az önkormányzat, meg a helyi szervek és a helyi lakosok döntenek arról, hogy akarnak ők oda gyárat, azt a központ megmondja. Helyben ugatnak, akkor kiemelt gazdasági övezet, már nincs is hozzá közöd, én szedem be azonnal jövő adót, én vagyok az állam, én döntök arról, hogy oda mit engedélyezek. Ez
ez hosszú távon semmiképpen nem lesz jó Magyarországnak. Tehát, hogy tele leszünk ettől olyan gyárakkal és beruházásokkal és befektetésekkel, amelyek inkább hardware jellegűek, tehát, hogy nem igénylik a nagyon szofisztikált munkaerőt, nem érdekeltek abban, hogy támogassák a képzést, a felsőoktatást, hogy egy ponton túl összeszerelő helyett mérnököket akarjanak foglalkoztatni, és a havária, a környezeti kár, a társadalmi tehertétel, az itt marad Magyarországon, az itt van velünk. Ezt jó lenne megúszni. Érdemes akkor egy külföldi befektetőnek Magyarországra jönni ilyen környezetben. De ez azt is jelenti, hogy Nyugat-Európában is egyre inkább úgy tűnik, mintha mind több embernek jutna az eszébe, hogy ilyesféle környezetet érdemes teremteni. A korrupció az Nyugat-Európában mennyire terjed, illetőleg, hogyha nem terjed, annak mi az oka, hogyan lehet egyáltalán visszaszorítani a korrupciót? Mindenhol van korrupció. Tetszik vagy sem, ez így van, a tiszta országokban is van korrupció. A nagy különbség az, hogy a szerencsésebb sorsú államokban a korrupció az nem cool, hanem ciki. Nem a kormányzásnak a terméke, nem a kormányzásnak a módszere, hanem a kormányzásnak a kudarca. Nem a kormányzás funkciója, hanem a kormányzás diszfunkciója, és akkor ez a harmadik csajozós kifejezés, amit ma mondtam. A korrupcióba belebuknak. Tehát, hogy Németországban egy szövetségi elnök, Christian Wolff, ugye lemond azért, mert upgrade-elték a turista osztályról az első osztályra, és nem fizette ki. Egy korábbi Bundesbank elnök, akinek illene tudnom a nevét, de nem tudom, az a Német Szövetségi Jegybank, az meg azért távozott a hivatalából, mert egy szakmai konferenciára elment, ahol a szállását a rendező egy bank fizette, nem is figyelt rá, azt se tudta, hogy ki fizeti a szállását, csak ugye az volt mondás, hogy a jegybankunknak nem telik egy szállodai szobára, és a jegybank nem annyira független, hogy egy banknak a fizetési ajánlatát, a vendéglátását ne utasítaná vissza. Magyarországon ezeket nem értelmezzi. Tehát, hogy ha elmondod egy magyar politikusnak, hogy ez van, akkor nem értem, hogy ezek meghűltek. Miért ne? Hát ugye nálunk a miniszterelnök az a barátjának a magánrepülőgépén utazott, utazik és fog utazni, mert ugye Lenin él és élni fog külföldi labdarúgó meccsekre. De más a mértékrendszer. Tehát természetesen a korrupciómentes társadalom az olyan utópia, amitől az Isten mentsen, mert hogy nincs bűnözésmentes társadalom, mint ahogy nincsen alkoholizmusmentes társadalom, és nincsen nem vele született pszichiátriai megbetegedés nélküli társadalom sem. Egy csomó deviancia, egy csomó társadalmi kudarc jelenség tömegszerűen velünk van, és azok a kormányok, vagy azok a politikai erők, amelyek ezeknek a károknak a nullára redukálását ígérik, azok általában háborút indítanak a saját társadalmunk ellen, legyen az a Szovjetunió, ahol ugye a bűnözés ellen folyt háború, vagy az Egyesült Államok, ahol a kábítószer ellen folyik háború, és ezek a háborúk mindig vesztesek, mint soha nem lehet őket megnyerni. Ha meg véletlenül megnyerjük őket, akkor az egész társadalom pusztul bele. Egyéb iránt, hogy egy történeti párhuzamot hozzak, a Annaleszek szerint egyetlen olyan alkalom fordult elő, amikor tényleg nulla, azaz nulla vagyonelleni bűnözést mértek, a 30 éves háború utáni Német Birodalomban nem volt mit ellopni, tehát nem is loptak el semmit, mert akkor volt az éhezés. Úgyhogy abba bele kell törődnünk, és ez korrupció ellen küzdő civil szervezet dolgozójának ez persze egy személyes frusztráció, hogy olyan jelenség ellen küzdök, amit egyébként nem lehet soha nullára redukálni, hát minden rendőr is szenved attól, hogy a bűnözést sem lehet nullára redukálni, ezzel sajnos együtt kell élni, nekünk azt kell elérnünk, és lassan ez lenne talán a végszavam, hogy a politika és a társadalom korrupcióval szembeni immunrendszere az jó válaszokat adjon. Hogy amikor jön egy korrupciós fertőzés, akkor az egészséges szervezetnek a reakcióit adja le, tehát küzdjön meg azzal a kórokozóval, a korrupcióval, mint kórokozóval. Ha kell, akkor ez legyen egy
kellemetlen, heveny védekező mechanizmus, mint ahogy mondjuk az influenzából is attól gyógyulunk meg, hogyha van egy szakasz, amikor lázasak vagyunk, ezt senki nem élvezi, de akinek esze van, az 38 fok alá nem csökkenti a lázat, hogyha bírja, mert akkor két nap alatt túl van a fertőzésen. A korrupcióval szemben is valahogy így kellene tudnia reagálni a társadalomnak, hogy felismeri, hogy baj van, megpróbálja kilökni a kórokozót magából, megküzd vele. Konkrétan tudod mondani, hogy például Dániában hogyan lépnek fel egy ilyen esetben? Ugye, ahogy a bűn... A példa nagyon jó, csak hogy tudjam elképzelni azt, hogy milyen szervezeteknek, kiknek, hogyan kell az ellenállást megszervezni. Ha a korrupcióval szembeni fellépés ott kezdődik, hogy kinek kell leküzdenie, mely szervezetnek, mely államhatalmi szervnek kell megfékeznie és megbüntetnie, akkor nagyon el van szúrva az egész dolog. Mert hogy amint a bűnözés vagy a kábítószer elleni küzdelem a megelőzés formájában az oktatással és az integrációval kezdődik, hogy olyan társadalmi környezetet teremtek, ahol bizonyos bűnös magatartások, korrupciós magatartások, azok megengedhetetlenek, mert én az oktatással már felvértezem a leendő polgáraimat arra, hogy hogyan kell egyenlő minőségű és egyenlő méltóságú polgárként viselkedni, ott működni fog a korrupcióval szembeni küzdelem. Ott is lesz korrupció, ott természetesen az a helyes magatartás, hogy a rendőrség vagy a korrupció leküzdésére rendelt egyéb államhatalmi szervhatóság, az, bocsánat, nem szarik a gatyájába attól, hogy valami nagyon fontos elvtársal szemben kell eljárnia. És ez egy nagyon fontos kritérium, mert hogy Magyarországon is a rendőrség, az adónyomozók, legújabban az integritás hatóság, ami egy ugye jó éve létrehozott csúcsszerv, ezek rendelkeznek a megfelelő intellektuális képességekkel, megvannak a megfelelő szakemberek, meg tudják csinálni ezeket a nagy ügyeket, hiszen ugye felderítették és kinyomozták a Questor ügyet, a Völner-Sádl ügyet, a Simonka Györgyhöz kötődő ügyet, a Boldog Istvánhoz kötődő ügyet, Mennyi Voldemort Roland az börtönbe is került. Tehát, hogy megvan ez a képesség, ahogy már korábban mondtam, a probléma az, hogy van egy láthatatlan kéz, ami nem piaci szabályozás, hanem politikai szabályozást végez, és beavatkozik abba, hogy mikor lehet és mikor nem lehet eljárni. Sokszor ez öncenzúraként jelenik meg, hogy ja, hát benne van a főnöknek a unoköccse, akkor nincs is itten semmiféle bűncselekmény. Tehát az egészséges társadalomban, ahol a korrupció sikere megfékezik, ott jól működnek a humán szolgáltatások, érvényesül a társadalmi esélyegyenlőség, és amikor mégis elkövetnek valamilyen bűnt, hiszen ugye Dániában, meg Hollandiában, meg Svédországban is van emberkereskedelem, meg kábítószer, meg szervezett bűnözés, meg korrupció, minden ilyesmi előfordul, ott a hatóságok, azok tudják a dolgukat, és megismerik tenni a dolgukat. Magyarországon is tudják a dolgukat, csak sajnos sok esetben nincsenek olyan helyzetben, hogy ezt szabadon, szakmai szabályok szerint megmerjék tenni. És akkor mi mit tudunk csinálni? Jól éljük az életünket, és bízunk abban, hogy tudunk egyszer olyan kormányt választani, amelyik nem uralkodni akar rajtunk, hanem csak kormányozni akarja ezt az országot. Tehát kívülről várni a segítséget nem lehet? Soha nem fogja senki Magyarországot megváltani saját magától, sem az EU, mint ahogy nem tette Moszkva sem, meg az USA sem akarja tenni. Mindenki a viszonylagos nyugalomban érdekelt, körbenéznek, azt mondják, van-e politikai alternatíva? Ja, van persze a zilálódás és a politikai bizonytalanság, köszönjük, nem kérjük. Mit gondolsz arról, hogy Magyarországon az emberek miért ennyire elnézők a korrupcióval szemben? Én azt feltételezem, hogy az az 50 év, amit mi szocializmusban éltünk, és ott mindent úgy lehetett elintézni, hogy uram, bátyám megoldás, úgy tudtunk telefonhoz jutni, autóhoz, lakáshoz, hogy szólni kellett a nagynénének, nagybácsinak, hogy szükségem volna valamire, és akkor nem 10 évet kellett egy ilyen dologra várni. Ennek a hatása gyűrűzhetette el odáig, hogy ma ennyire elnézőek vagyunk a korrupcióval szemben. Ez élethazugság és önfelmentés. Mert ha megnézzük, hogy mit írt Adi vagy Mikszát vagy Jókai, akkor azt látjuk, hogy nem az elmúlt 50 évben, hanem az elmúlt 100-150 évben ugyanez volt. És nyilván minél régebbre megyünk vissza, annál szorványosabb, meg annál kevésbé írásba foglalt, de hasonló tapasztalatokat, meg forrásokat találunk a korrupcióról. Ez nem így működik. Tehát, hogy ugye én 77-ben születtem, akkor engem ugye 13-4 évig indoktrinált a államszocialista kommunista proletár diktatúraság, és akkor én ugye velem születetten korrupt vagyok,
és akkor itt van ez a közbeszerzés. 85-ben születtem volna, megcsinálom tisztán, de bazd meg 77-ben születtem, ellopom. Tehát, hogy ez nem így megy. Tehát, hogy ez nem menthetjük fel magunkat azzal, hogy valaki egyszer felelős volt érte, ezt rendbe lehet tenni. És ez nem velünk született, meg ez nem a török áfiú, meg nem a, mit tudom én, szocialista ármány. Ha egy politikai erő azzal kezdi, hogy hát sajnos még nem vagyunk a társadalmi fejlettségnek azon a fokán, hogy az alkotmányos jogoknak azt a szintjét megvalósítsuk, mint mondjuk Ausztria, akkor az biztos, hogy arról szól, hogy ő nem akarja azt, hogy a társadalmi fejlettségnek arra a fokára lépjünk. Jó kormányzás, és ehhez persze jó és szerencsés politikai választás, hogy ennek most adottak-e a feltételei, az nem teljesen tudom. Az Egyesült Államokat Gergő elég sokszor szokta ostorozni, illetőleg a demokráciának a működését. Ő azt mondja, hogy sőt, volt egyszer egy vitánk arról, hogy van-e, létezik-e demokrácia ma még. Azt egyetértesz-e azzal, hogy a korrupció az teljesen hazavágja a jól működő demokratikus működést? Európában. Tehát ez a tapasztalat, ezt mondtam, utaltam erre az imént, hogy Ázsiában vannak csodák, hogy mondjuk Japán vagy Szingapúr nagyon sikeresen küzd a korrupcióra, és ugye Szingapúr az egy választások nélküli ilyen kvázi felvilágosult és versenyképes autokrácia. Japánban meg ugye 80 éve ugyanaz a párt dominálja a politikai hatalmat, ami erősen összefonódott bizonyos óriás gazdasági lobbikkal, tehát az európai értelmevett demokráciáról egyikben sem beszélhetünk, miközben egyébként a tisztességes verseny és a kiszámíthatóság és a magas szintű jogszolgáltatás követelményeit teljesítik, és a korrupciót sikeresen visszafogják. Ugye Kína az megint egy másik modell, de Európában én ezt minden alkalommal, amikor ez felmerül, már ugye nagyon régen nem úgy, hogy kormányoldali megszorulóval vitatkozva nem mernek velünk szóba állni, legalábbis nem élő vitában. Mindig ajánlom a fogadást, hogy tessék megmutatni azt az európai államot, amelyik sikeresen leküzdötte a korrupciót, versenyképes, jól teljesítő gazdaságot hozott létre, a polgárainak tartós jólétet tudott biztosítani, és egyébként ezt demokrácia nélkül a szabadságot, az alapvető jogokat visszavágva tette volna meg, mert hogy Európában nincs ilyen modell, ez Európában ideig, óráig működni tűnik, például Magyarországon 2012-13 és 2019-20 a COVID-járvány között óriási forrásbőség volt, egyre csökkenő mértékű szabadságjogok, egyre megerősödő neres hatalomgyakorlás, nagy pénzbőséggel, tehát önmagához képest relatív jóléttel, de ez abban a pillanatban, hogy a pénzcsapokat elzárták, már is magas inflációba és fokozódó forráshiányba torkolott. Ráadásul az említett szűk évtizednyi növekedés is felemásra sikerült, nagyon extenzívre sikerült, tehát a versenyképesség, humántényezői, oktatás, egészségügy, azok nem javultak. Az Egyesült Államokban az figyelhető meg, hogy voltak épp a politika az a gazdasági elitnek a markába kerül. Egy ilyen ország az tud-e korrupciómentesen működni? Az USA-ban is súlyos a korrupciós helyzet, náluk egészen más mintájú korrupciós hagyományok jellemzőek, de ezek már tényleg hagyománynak nevezhetünk, mert régóta jelen vannak ott. Alapvetően a korrupcióval szembeni fellépés igénye, mint biznisz etika jelent meg, mert rájöttek, hogy a korrupciónak van olyan mértéke, ami már a profit termelést akadályoz, és ők nagyon szeretnek és nagyon jól tudnak profitot termelni. De a mi fogalmaink szerint az felfoghatatlan, hogy ott lobby szervezetek, törvényhozási tárgyakat, törvényhozási képviselőket megvásárolnak, megfizetnek, hogy mondjuk szavazzon a fegyvergyárak érdekében, vagy szavazzon a gyógyszerlobbi érdekében. Ők úgy gondolják, hogy ha ez átlátható, akkor ez megengedett, és mindenkinek egyenlőek az esélyei, tehát mondjuk egy zöld lobby is, vagy egy nem tudom, húsmentes étkezési lobby ugyanúgy bevásárolhatná magát a kormányzati politikai döntéshozatalba. Ugye azt például soha nem fogjuk megtudni, hogy az Egyesült Államokban valóban olyan durván súlyos a bűnözési helyzet, ha jól tudom, a börtönnépességük a rekord 2 millió fölöttiről majdnem 4 millióig kúszott föl.
ami nagyon durva, de nem világos, hogy azért nem lazítan, azért ilyen a szankciós rendszerük és a bűnözéskezelési modellük, mert hogy ennyire komoly szigor indokolt, vagy azért, mert a biztonságipar iszonyatosan nagy foglalkoztató, óriási pénz mozog benne, és nagyon hatékonyan tud lakossági kampányokat szervezni, amikor jönne egy ilyen soft on crime, tehát egy ilyen lazító büntető politika, hogy kevesebben menjenek a börtönbe, akkor ugye elindulnak a tévéreklámok és a lakossági kampányok arra nézve, hogy hát majd kiáramlanak a bűnözők a börtönbe, és ott fognak a templom lépcsőjén drogozni, meg megerőszakolni a gyerekeiteket, és akkor azt a politikai erőt, amelyik a lazítással kampányol, vagy azt akarja megvalósítani a törvényhozásban, kiszavazzák a következő választáskör, és ez egy ilyen spirál, hogy akkor tovább marad ez a fajta politika. Igen, az USA politika ilyen értelemben, a belpolitika ki van szolgáltatva ezeknek a nagy lobbyerővel rendelkező érdekcsoportoknak, és nem azt mondom, hogy ez megengedett pusztán azért, mert látható, meg tudható, de szemben azzal, ami az USA-ban van, Magyarországon még csak azt sem tudjuk, hogy miért autópályákat építünk, miért kínai befektetők érkeznek, mi az adok-kapok mérleg, mi a kölcsönös érdek a különböző közhatalmi politikai döntésekben, mert hogy itt semmilyen átláthatóság nincsen. Az USA esélyt ad annak, aki tud azzal élni, ezzel kevesen tudnak élni, az nem egy szolidáris társadalom. A magyar rendszer az esélyt sem ad, mert semmi módon nem befolyásolhatod a politika működését. A politika a polgárra 4 évente egyszer kíváncsi, köszönjük a szavazatodat, tessék hazamenni, majd 4 év múlva újra szólunk hozzád, addig fizess szépen az adót, és fogyassz szépen a propagandát. Köszönjük szépen, hogy megnéztetek minket ma este is. Nos, hát reméljük, hogy ez a műsor stimulál benneteket arra, hogy a környezeteteket és önmagatokat is a kevesebb korrupció felé próbáljátok orientálódni, hiszen hogyha nincs oldal, és nincsen párt, nincs származás, nincs vallás, hanem csak az ember van, akkor sokkal könnyebb egymást szeretni és vigyázni egymásra. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm szépen! Állandó hangtechnikai partnerünk a Microsound Kft.